és elindul a tejember, hazagondoltam, és akkor jön magától. Előadással, ingyenes szakmai konzultációkkal, játékos és zenés foglalkozásokkal várták az érdeklődőket Nyíregyházán az Anya Tejes Táplálás Világnapja alkalmából. A világnapot az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF kezdeményezésére 1992-ben azért jelölték ki, hogy világszerte hirdessék a szoptatás fontosságát és előnyeit, valamint felhívják a figyelmet a megoldandó problémákra, amelyekkel a kismamáknak táplálás közben kell szembenézniük. A Kossuth téren az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítvány szervezett programokat. Azért tartottuk nagyon-nagyon fontosnak, mert hasonlóan a mi kezdeményezésünkhöz azt érezzük az anyatejjel kapcsolatban, hogy egy picit senki se tartja magáinak, illetve mindenki magáinak tartja. Igazán hatékony változást és erőlelépést, ahogy a koraszülöttek ügyébe is úgy lehet elérni, ha összefog az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra, és ez a három szféra nem felejti el azt, hogy a központ a család. Az anyatej kezdetben tökéletesen kielégíti a gyermek táplálék igényét és immunvédelmének is fontos része, emellett az anya-gyermek kapcsolat erősítésének természetes és ideális módja, hangsúlyozta Dicső Ferenc osztályvezető főorvos a József András Oktatókórházban szervezett rendezvényen. Az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF felmérései szerint évente több mint 820 ezer, 5 év alatti kisgyermek és 20 ezer kismama halálában játszik szerepet az anyateljes táplálás elmaradása vagy a nem megfelelő szoptatás. A nemzetközi adatok szerint, bár a szoptatás megkezdésének aránya világszerte magas, a csecsemők mindössze 40%-át szoptatják kizárólagosan 6 hónapos korig, Magyarországon ez az arány átlagosan 35%. Sajnálatos módon nem igazán állunk jól a szoptatási kedvel, hogyha az arányokat nézzük, mert az ideális az lenne, hogyha 6 hónapos koráig a csecsemő táplálása az körülbelül egy olyan 80%-ban csak anyatejjel történne. Ez lenne a jó, ha ez 100%-ig biztosítva lenne minden csecsemő számára. Sajnos ez nem így van, ez körülbelül egy olyan 50% körül van a megyékben, egyes területekben magasabb, más területekben még alacsonyabb. Általában vidéken, községekben magasabb, városokban általában ez valamivel alacsonyabb. A kisbabák egészségét már közvetlenül születésük után meg lehet alapozni megfelelő szoptatással. Fontos, hogy az újszülöttek mi hamarabb merre kerüljenek és megkapják az előtejet. Már több évvel ezelőtt egy úgynevezett szoptatási tanácsadót alkalmazunk a szoptatás elősegítésére. Ez egy szakképzett, nagyon tapasztalt szülésznőből képeztük ki, és tulajdonképpen a kismamáknak egy olyan információ átadás történik ekkor, ami a régebbi világban, amikor még nem voltak otthon szülés volt, meg szülőotthonokban egyebek, ez ilyen automatikus volt. A mostani fölgyorsult világban azt gondolják az emberek, hogy azt a bizonyos 6-7-es gyerekágyas időszakot, illetve azt a első néhány hónapot, 6 hónapot ki lehet spórolni, és lehet valamivel kiváltani. Nem lehet kiváltani semmivel, az anyatej a legcsodálatosabb dolog. Az anyatejes táplálás elterjedését nehezíti egyebek mellett, hogy az újszülöttek egy része képtelen az anyatejes táplálkozás megkezdésére, de sok esetben nehézséget okoz az anyatejhiány és a szülés utáni stressz is. A szoptatással kapcsolatos gondok gyakran a kismamák megfelelő informálásából fakadó hiányosságaira vagy bizonytalanságaira is visszavezethetők, ezért kifejezetten fontos az egészségügyi szakemberek aktívabb bevonása és új támogatói rendszer kialakítása. Magyarországon első 1000 nap névvel indult népegészségügyi tájékoztató kampány, melynek célja, hogy a szülők és az orvostársadalom figyelmét a fogantatástól 2 éves korig tartó időszak és az anyatejes táplálás fontosságára irányítsa. A program jelenleg közel 200 szakember és több mint 2000 szülőt tudhat támogatói között.